Sziasztok! Ki nem találnátok, de megint a Wildcat Bazárban vagyok, és most a budapesti Central European Fashion Week, vagy valami ilyesmi neve, jöttem el erre az eventre, és annyival spékelem meg, hogy a Nanuska divat bemutatón voltam, délelőtt pedig a sajtó eseményén, ahol nagyon jó kávét ittam, mert hát Morty csinálja ott a kávét, úgyhogy mindenféleképpen nézzétek meg a Nanuska Flagship Store-ba, de hát kitértem a lényegről, és ott tudtam beszélni Szandrával, hogy mit gondol, hogy mi a siker, úgyhogy erről fogunk beszélni, hát megmutatom, hogy milyen itt a hangulat, kezdjük el! Kommenteljétek le, és most megyünk tovább, nyilván, hogyha nézitek a vlogomat, akkor láthatjátok azt, hogy Casey Neistat nagyon nagy inspiráció, és Szandra egy nagyon hasonló dolgot mondott el arról, hogy mi valójában a siker. Nézzük meg! Szandra, miben méred a sikert? Mit jelent neked a siker egyrésztről, és amikor elérsz valahova, hogyan tudod azt csekkolni, hogy az igenis siker, vagy nem? Hát számomra a siker az talán az, hogy nap mint nap azzal foglalkozhatok, amit szeretek, és egyben ez egy sikeres vállalkozás is tud lenni. És ez nagyon nagy örömmel tölt. Tehát talán így ez a legnagyobb öröm az egészben, és főleg, hogyha így a következő éveimre gondolok, és arra, hogy mennyire jó, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Szerintem ez a legjobb definíció, ezt Casey Neistat mondta, hogy siker azt csinálni, amit szeretsz, és nagyon keveset abból, amit nem szeretsz. Igen, ezzel egyet tudok érteni. Freedom for me is waking up in the morning and going to sleep at night and in between doing exactly what I want to do. What's the secret to happiness? The secret to happiness is finding something you love and then doing that for the rest of your life. I stole that from Rushmore. Van olyan, amit nem szeretsz, de mégis úgy érzed, hogy meg kell tenned a siker érdekében? Most gondolkozom, hogy van-e ilyen. Biztos, hogy van, de egyébként most nem jut eszembe olyan szignifikáns dolog, szerintem nincsen. Már hogy akkor is, hogyha mondjuk érnek ilyen külső impulzusok, akár ilyen terelgetés szinten, vagy visszajelzések, hogy mit vár tőlünk a piac, hogy mondjuk mit tervezzek, hogy azt mindig próbálom azt úgy kivitelezni, hogy rezonáljon azzal is, amit én szeretnék. Tehát, hogy egy olyan harmonikus dolog. Mind a piac, meg benned, ami megszületik. Igen, tehát, hogy olyat mondjuk sosem csinálok, amit egyáltalán nem szeretek, és csak egy külső hatás. Nem minden, hogy bármit láttok belőlem, de mindjárt kezdődik a show, azt hiszem találtam egy jó spotot, nézzük meg! Esti divat bemutató kapcsán, ott mondjuk miben fogod mérni a sikert? Hát szerintem az utána való visszajelzésekben. Tehát a visszajelzések fontosak. Hát az, hogy fontos, persze, azért szerintem igen, azok is fontosak, de hogy ugye mi ezt a kollekciót már bemutattuk New Yorkban, és az nagyon-nagyon sikeres volt, úgyhogy ebből a szempontból az most nincs bennem ilyen nagyon nagy ilyen izgalom, hogy vajon mi lesz a fogadtatása, de magyar piac szempontjából abszolút igen, azért kíváncsi vagyok, hogy mit fognak szólni hozzá. Hát ilyenek
voltak az életképek, maga ez az esemény, ez egy olyan rövid vlogra sikerült, nem is volt célom, hogy egy hosszú legyen, csak egy betekintést szerettem valaktek adni, meg élni azzal a lehetőség, hogy ide jöhettem, beszélgethettem Szandrával, és a siker inspirációt mutattuk. Ha van nektek egy jobb definíciótok arra, hogy honnan inspiráltok, mi a siker nektek, azt mondjátok meg. Amúgy köszönöm szépen, hogy néztetek, ha nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel mindenféleképpen, és menjetek át az Instagramra, és ott naponta jövök kontentekkel. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!